Üdvözlöm Önöket, Szeben Istvánt hallják. Mai vendégem, hát ő sosem volt arról híres, hogy vék alá rejteni a véleményét. Egyenessége sokszor bántotta mások szemét, de hát nyilván tudjuk, hogy azért az igazság kimondása azért az sok esetben is akár bántó lehet. Budapest 8. kerületében a Szigony utcai lakótelepen nőtt fel, életútja igencsak kacskaringós. A szabadszájú szabadságharcosként kezdte, mostanra viszont buddhista tanító lett. A stúdióban Pityinger László alias Dopman. Örülök, hogy itt vagy. Ciao, szia. Hát most itt fél perc alatt mondtam annyi minden, róla egyik, és tényleg, ha valakiről tényleg aztán te bejártad Tolnád Baranyát, emberként, zenészként, rapperként, tanítóként nagyon sokféle személyiséged van, melyik az igazi Dopman, vagy lehet-e ilyet valaha mondani, hogy melyik az igazi Dopman, vagy mindannyian változunk, és nem egy Dopman van? Hát valószínűleg nem egy van. Mondjuk ez nagyon érdekes, mert azonnal a mély filozófiába mennénk, és akkor ha jobban megnézzük az embereket, akkor egy ilyen halmozott skizofrén állapotban él a világ, meg maga külön az egyén is. Tehát ugye ez úgy van, hogy személyiségünk van, és az persona. És a persona az egyébként egy ilyen görög kifejezés, és onnan származik, hogy amikor a görögök jártak a színházba, akkor ültek a lépcsőn, és nem voltak a színészek a, ugye a színpadon, vagy éppen ahol felléptek, azt hiszem színpad még nem volt talán, és maszkokat viseltek. Hát eleve a nőket is férfiak alakították. És hogy hallja őket a közönség, ezért egy ilyen szónikus csövön keresztül mondták a magukét. Tehát a személyiségünk az tulajdonképpen egy olyan maszk, ami így egy kihangosítóval exponálja magát a világ felé, úgyhogy rengetegféle személyisége van szerintem mindenkinek, akár lehet ezeknek külön más-más nevük is, és talán arra lehet törekedni, hogy minél inkább önazonos legyen az, amit képviselünk. Tehát például a dopmenség az az érdekes, aztán közel van a lényegemhez, valamelyik fajta lényegemhez, mert azt már én adtam magamnak azt a nevet, mint egy indián. Tudod, indiánoknál volt az, hogy kaptak egy nevet a szülőktől, aztán utána 16, 17, 18 éves korukban, vagy 14, nem tudom, hogy mikor lettek ők így férfiak, kicsapták őket a prérire. És akkor étlen szomjan nyomták egy jó pár napon keresztül. És kiderült, hogy ezüst nyíl mégse annyira ezüst nyíl, mint amire adtak, a szülők gondolták. Igen, adtak maguknak egy saját nevet, tehát hogy a Pityinger Lászlót azt apám és anyám adta, nyilván ezek valamiféle feltételrendszerre jártak, és utána a Dopment azt már én adtam magamnak, de hát annak is voltak hatásai, de ezek igazából csak nevek, meg szerepek, és hát csak arra jók, hogy az ember valamilyen módon eligazodja a világba. Amiről beszélt, hogy az igazság kimondása fájdalmas, hát végülis az igazság kimondása az nem fájdalmas. Nem szeretik. Hát vagy... mi az igazság? Tehát, hogy az én igazam, igaza mindenkinek van. Igazság az igazakon túl van. Tehát azt úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy van ugye ez az igaz, meg az igaz, és középen van a rabbi. És akkor ő akar igazságot tenni, de az igazság a rabbin is túl van, mert az igazság az talán szóval nem is megfogalmazható. De ez már meg egy másik. Igen, de azt mondta, hogy szerepek vannak. Játsszuk ezeket a szerepeket, kapjuk ezeket a szerepeket, vagy mi magunk vagyunk ezek a szerepek? Hát ezeket kapjuk is, nyilván. Tehát ahova leszületünk, ott már van egy feltételrendszer, amiben belekerülünk, és az alapvetően meghatározó. Aztán utána a kapott készlettel elkezdjük kialakítani magunkét. Hogyha ezt az ember jól megfigyeli, akkor sok generációra visszamenő dolgokkal szembesül, és hát mondjuk a tibetiek mondják, ezt nem kell túl karcosan fölfogni, azt mondják, ha meg akarsz világosodni, akkor öld meg anyád és apád. De hát nyilván ez nem arról szól, hogy menjünk most haza, és tegyük a párnát a nagymama fejére, és akkor így le van a gond, hanem ideje felfedezni azt, hogy mi az, ami a szüleinkből hasznos és haszontalan. És az már egyfajta éberségnek a jele. Például, ami
bennem ugye nagyon irritáló volt sokak számára, hogy nagyon hangosan mondtam az igazamat, sőt, ilyen felhúzott vállakkal tudtam üvöltözni. Tehát apámnak például egyfajta agresszivitását, vagy harcosságát, meg anyámnak a konokságát, ami életbe tartotta például húgomat, ezt nagyon keményen vittem tovább, és az ügyeimbe ezeket megfogalmaztam. És aztán egyszer csak rájöttem, hogy hát apámtól örököltem rengeteg tehetséget a zenében, meg érzéket, stb., de a felhúzott vállait, azokat nem kell nekem továbbvinni, és a vállaimat leeresztettem. Igen, de ezekre a felhúzott vállakra is megvan az ember korszakaiban az az időszak, amikor szükség van ezekre a felhúzott vállakra, nem? És most már elengedheted ezeket a felhúzott vállakat. Hát utólag nem húznád fel a vállat, hogyha most a visszanézel a régi önmagadra? Figyelj, tehát, hogy minden ugye szükségeltetik ahhoz, hogy egy beszélgetés lefoljon. Hát ezért nehéz embereknek ebbe belegondolni. Tehát, főleg egy ilyen kultúrkörből. Uh-huh. Tehát, hogy van egy keresztény konzervatív, vagy zsidó keresztény kultúrkör, és ez felfogja valahogy a világot. Egyébként ennek nagyon kevés köze van ahhoz a valódi keresztény törekvéshez, ami igazából a kereszténység. Ugye ez egy olyan vallás, vagy egy olyan felállás, amiben az emberek együttműködését, hierarchiát működtetnek, és ezért nagyon nehéz például egy olyan látásmód, mint az enyém, ami igazából nem foglalkozik az, hogy keresztény vagy-e, vagy éppen hindú, vagy muzulmán, hanem egész egyszerűen a rendszer működését veszi figyelembe, és azt nézi, és akkor látja, hogy minden összefüggésben van mindennel, és ugye az a fajta érzékelés, amiben mi létezünk, az csak egy illúzió. Megéljük, nagyon keményen, meg komolyan veszük a játékot, de az egy illúzió, és hogyha rájövünk, hogy mennyire összefüggésben vagyunk egymással, akkor bizony, na ott megszületik a keresztény törekvés, mert ugye Jézus is ezért ismerte föl, hogy bánj úgy a többiekkel, mint ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak, mert rájött, hogy ahhoz, hogy ő Jézusként jár a földön, ahhoz a világnak minden egyes pillanatának és jelenségének smakolni kell, és ezért ez mindig minden szükséges, és az, hogy most ez így van, ez egyébként nem lehetne. Tehát ahhoz kellett minden, hogy én most így beszéljek. De majd valamikor meg fogok másképp beszélni, lehet ehhez képest is kicsit, és ahhoz meg ez kellett. Szóval igazából minden úgy van, ahogy van. Ugye ez a múltba tobzódni, vagy azzal foglalkozni, igazából nem érdemes. Szóval te hiszel abban, hogy nem olvasunk tegnapi újságot? Hanem mindegy folyamatnak a része, és nem tekingetsz visszafelé, tehát nem azt nézed, hogy a 20 éves Dopman, amikor azt mondta, hogy na figyelj, és a mondani valód teljesen más volt, mint 10 éve, vagy 5 éve, vagy most, vagy 5 év múlva. Szerintem nem volt más. Csak más kerekedett bele. Mert tök érdekes, hogy 2004-ben volt az a lemezem, a Telep csicskája, amin a Nincsen arra szó van, meg Az vagyok, aki vagyok. És akkor van azon egy szám, ami arról szól, hogy az gangster. És akkor így mondom, hogy az gangster, hogy teszem-veszem magam. Tehát ez a hozzáállás, hogy nem hagyom magam a rendszertől ledózerolni. És akkor van egy olyan rész, amikor annyit mondok, hogy nem vagytok mások, mint kódok és számok. És ezt 2004-ben írtam le, és most nézd meg, hogy hol tart a világ. Tehát, hogy akkor is voltak nekem ilyen vetületeim, csak más volt a harcosságom, más volt az életérzésem, akkor nyilván ezt a fajta rebellis működést csináltam, ami egyébként szerintem egy zenésznek, vagy véleményalkotónak az majdhogy nem kötelező vele járója. Hogyha az nincs, akkor baj van az alkotással. Az alkotással van a baj, vagy az, hogy nem elégített ki az igényedet? Tehát azt a zenészt szeretik, de ez mind a mai napig így van, aki az éppen adott, most teljesen mindegy, hogy gazdasági, politikai elit ellen kell, hogy szóljon. Ez kötelező, kvázi? Hát szerintem, figyelj, eleve az adott politikai, gazdasági elitnek folyamatos önkontrollt is kéne gyakorolni. Tehát ez ahhoz, hogy egy rendszer megfelelőképpen legyen működtetve, ahhoz egyensúlyba kell tartani.
Na most ez nagyon nehéz, mert egyébként az emberek sincsenek egyensúlyba. Tehát mikor szembesülnek olyan törekvések, hogy valaki egyensúlyt akar teremteni, azt általában így megkövezik, meg keresztre feszítik. Szóval azért itt vannak bajok halmozottan, tehát hogy mielőtt valaki azt hiszi, hogy a problémáink a napi politikában kezdődtek. De miért nem szeretjük az egyensúlyt? Miért van az, hogy most nem akarok nagyon a politikába belemenni, igen, mert még nem tartunk persze, ott a beszélgetésben értem. Egyébként, de hogy szidják, most teljesen mindegy, hogy A oldalról, persze, B oldalról A oldalt, de senki sem hajlandó konszenzusra, és nem a politikai elitről beszélgetek, hanem magukról, akár a választó polgárokról. Tehát nyilván te is látod a Facebook világában, hogy hogyan szólnak egymáshoz vadidegen emberek. Tényleg, nem hogy felháborító, mert azon túl vagyunk, hanem inkább megdöbbentő és szégyenletes. Mert unalmas az egyensúly. Tehát nehéz vele bármit kezdeni. Ugye, hogyha megnézed, például a jelen pillanatban, ez mindig fölháborodnak rajta, de ha összeveted a világnak mondjuk a 80%-ával a európai emberek problémáját, még így is, hogy ilyen sarkos történelmi kérdések kezdenek ugye fölvetődni, vagy, tehát nem, ezek se új kérdések, csak a díszlet más, meg a jelmez. Tehát, hogyha valaki figyeli a ismétlődő mintákat, akkor látja, hogy ugyanaz van. Nem sikerül fölülírni ezeket a problémákat, de például most kifejezetten a jólét generálta problémákba élünk. Tehát amikor az embernek van ideje arra, hogy saját magának problémáját generáljon. Másokkal foglalkozzon. Hát, pontosan. Hát most gondolj bele, hogy amikor valaki egy kommentfalon tud veszekedni, meg időt tud ezzel tölteni, egy kommentfalon véleményeket, akkor nem csak negatívet, akár pozitívat. Az most mindegy, de az, hogy regisztrálsz egy bulvár oldalán kis traktor 66 néven, és bármi, most mondtam valamit, hát, hogy van erre van idő, energia van ezzel idő, foglalkozni. Hát van áram. Van meleg szoba, ahol ezt lehet csinálni. Van ennivaló, tehát van internet. Azért azt is tudjuk, hogy aki a McDonald's-ból internetezik, az nem kommentel. Tehát, hogy nyilván az valamiféle érdeklődést feltételez, de különben ezek is csak szerepek. Tehát, hogy ez is, ezek az elvek, eszmék. Például a mai világ az nagyon tanítja a változást, meg ezt az összetettséget, ezt csak nem veszik észre. Ugye annyira gyors ez a hírfolyam, meg a különböző mechanizmusok, ahogy működik a világunk, hogy ez egyébként nagyon tanítja a megvilágosodást, nem a felvilágosodást, de nem ezt veszik ki belőle az emberek. De például a hinduknál, ugye ott teljesen más a világnak a felfogása, tehát ott ugyanígy van egy ilyen istenszerű valami, amit nevezzenek átmannak, egy nagy lélek, ő a teremtő valami, és akkor elkezdi az anyagot gyúrni, és játszik vele, mint a kisgyerek, mikor leül legózni, vagy a játék katonákkal, és akkor vívja a háborút, és annyira játszik, hogy elfelejti, hogy ő játszik. Tehát elfeledkezik magáról, és megtelik minden a tartalmába, és ugye minél többet tovább játszol, ugye annál vadabb lesz a játék. És minél vadabb lesz a játék, annál több lesz a fájdalom, és akkor jön egy ilyen beszakadás, és akkor jön egy tisztuló folyamat, és abban megjön egy újabb szakasz. És ez egyébként minden, nem csak a politikában, meg a történelemben, ez a mindennapi életünkben is megvan. Hát most vagy egy nővel, nem együtt élsz vele, például ilyen a szex sokszor, hogy ott is, hogyha elindulnak egy ilyen úton, hogy elkezdik kötözgetni egymást, meg csavargatni, meg mint tudom mi, akkor előbb-utóbb az a vége, hogy az egyik a másikba szúr valamit, érted, meg vagdossa vagy. Tehát, hogy egész egyszerűen ez, van egy ilyen természet az embernek, vagy ennek a teremtőnek. Ez egyfajta kontrollvesztés? Unalom. Nem szereti az olyat, mint a meditáció. A legfontosabb kihívás egy meditációban, hogy mikor leülsz meditálni, hogy mit csinálja azzal, hogy nyugalomba vagy. Mit csinálsz akkor, mikor elfeledkezel magadról? És akkor jönnek ezek, hogy elkezd fájni. Ez az, két percig még ülök, mert én vagyok a nagy spirituális törekvő, tudod? Hát erre csinálnak egyébként segítséget, erre nyújtanak például mantrák vagy imák. Most mind lehet keresztény, halleluja, vagy a szufi muzulmánok, mikor mondják Isten nevét, Allah, 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 és a végén már nincs a szó,
és elveszik a személyiség, és akkor megjön az a tiszta valóság. De hát maga az ember nem erre van kitalálva. Tehát az ember unatkozik, és kell neki az izgalom. És a legizgalmasabb az veszekedni a másikkal, igazából mindegy, mint. Nyilván te is észrevetted, igen, nyilván te is észrevetted, ha kiraknál most ma egy olyan posztot, hogy van rajta egy muskátli, hogy locsolgatod a teraszon, senkit nem érdekelne. De ha igen, de ha te kirakod azt, hogy na, hogy rohadjon meg a piacon a kofa, mert hogy a 10 tojásból 5 össze volt törve, ömlenének rá. Tehát, hogy valamiért a negatív spirál az sokkal jobban behúzza az embereket, mintha egy jó dolog. Azt mondod, hogy legyen szép a napotok, hiszen süt a nap, az senkit nem érdekel. Hogyne, hát ez a, figyelj, hát ha belegondolsz, ugye most gangstazó és a kártel, vagy NWA, vagy mit, hát gangsterrap, hát ez pont erről szól. Hát az az izgalmas, meg a horrorfilm, hát kiül be ilyen filmekre, hogy jaj, de szép, és akkor ott milyen jó beszélgetések vannak. Úgyha izéjét nem érdekli, érted? Azt szeretik, hogy mészárolják egymást, öljék, érted? Ez ugyanamint dúl. Hát a Darth Vader a legjobb példa. Persze. Minden idők leghíresebb és legnépszerűbb szereplője egy full negatív ember, aki halomra mészárolta a kis Jedi gyerekeket, persze, és a legnépszerűbb figura. Klasszis. És elfelejtik egyébként a lényeget, hogy a Darth Vader nélkül a Luke Skywalker nincs. Tehát, hogy ez az, amit mondok, hogy ezt hívják Ellen Watts nekem nagy, hát nem mondom, hogy nem tudom, hogy példaképem, de nagyon szeretek figyelni rá. És tehát neki nagyon jó mondása ez, hogy mindig ezt a fekete-fehér játékot játsszuk, és nem jövünk rá. Ja, és a fehérnek kell nyerni. De hiába nyer a fehér, új lesz új fekete. A mágnes levágod a negatív pólust, az nem tűnik el, csak ez azt jelenti, hogy igényeljük az árnyékot is szerinted az életünkben? Hát nem, hogy igényeljük, része. Vagy van. Része. Igen. Hát tök érdekes, mert életem egyik legjobb beszélgetése volt a múlt héten, ugye ott csináljuk a hitelirodát, és jött hozzánk egy ügyfél, és bejövök, és hát egy olyan szimpatikus ember, hogy hát nem is tudom, és így leülök egyből, hello, minden, is ül a kis kollégám, a Gyuszika, és akkor mutatja, hogy figyelj, itt ő az Arnold, meg minden, és hát itt 4 képletbe levezette az univerzumot. És oké, és hogy melyik vas vegyület kell, hogy az egész elinduljon, és hát kiderült, hogy a csávó egy asztrofizikus, és a HERA programba dolgozik, az az egy, amit röhögtünk, hogy mit csinálsz te egyáltalán nálunk, hogy, és azt mondja, hát a pénzügyekhez annyira nem értek, de tényleg Japánban tanít egyetemen minden, és egy giga jó arc, és elkezdtünk beszélgetni, és a végén Gyuszi azt mondta, hogy óriási, hogy a zenember, meg az asztrofizikus beszélgetnek, és akkor mondja, tudod, Laci, hogy van egy, a világ, az egy A4-es fehér lap, és akkor te az összes csillag, meg mindent, amit érzékelsz belőle, az a szélén egy ilyen pici kis kocka. És azt mondja, a Stephen Hawking, az ez alapján következteti az A4-es lapot, és mondok neked még jobbat. Azt mondja, mit? Mondom, képzeld el, hogy a Stephen Hawking akármennyire is érzékli, csak a kis kockát érzékeli, és igazából minden következtetés csak a kis kockából kiindulva érvényes. Tehát ami a kis kockába bekerül, egyáltalán nem biztos, hogy hát az megint a kis kockába van. Azt mondja, ne, de, azt mondom, és mi van, hogy az egész A4-es lap a kis kocka? Mert mondom, azt is abból találtuk ki. És szóval érted, amit mondok, hogy ezek, hogy mondjam, ahogy például a hinduk, hogy egy játék, hogy elfelejtjük, hogy ez csak játék. Elfelejtjük, hogy a rosszakra is szükség van. Nem tudsz máshogy. Hogyha nincs a másik ember, aki fölvállalja a másik szerepet, nem megy le a film. Na most ugye erre mondják, hogy itt tud egy igazi erkölcs vagy etika megszületni, nem ez a te nem viselkedsz szépen, mert nem tartod be a 10 parancsolatot. Igen, meg mihez képest. Tehát most tartsd be a 10 parancsolatot, így mondod egy gyereknek, hogy 10 parancsolat, ne lopj, ne ölj, ne íze, és akkor bekapcsolja a tévét, és hát ez megölt egy egész falut, kapott kitüntetést, és így néz a gyerek. Hát miért? Mert ő az igazságos háborútól, meg minden. Tehát, hogy ez itt mindig lesz másik oldali
szemlélet. Tehát most például... Vagy a másik igazsága. Szörnyű, akár, amit Gázából csináltak, például a, ugye a palesztinok, de amikor bemegy, és azt mondja, hogy elsöpri a másikat, hát nem tudja elsöpörni, mert annak lesz gyereke, és majd a gyereke azzal él tovább, hogy hát ezt én meg fogok ezért fizetni. Hát az a dél-olasz kultúra ebből épült föl, hát ez a bosszú állások, meg minden. Tehát, hogy egy magasabb, nem magas, nem akarok ilyen szavakkal élni, de hogy egy olyan hozzáállás, mert hogyha azt nézed, hogy végülis ez egy játék, és nem számít semmi. De ugye a kérdés az, hogy mennyire szenvedésteli a játék. És akkor ott tudok megszületni erkölcsileg, meg etikailag, hogy megpróbálok úgy játszani, hogy minél kevesebb szenvedés legyen. Tehát akkor vagyok rendben. És akkor ott tudom megkérdezni, hát igazából nem veszem el, amit nem adnak nekem, mert neki stré lesz, meg nekem is. Nem kérem el azt, ami nekem nem jár. Hát persze. Tehát, hogy most figyelj, erre mindig egy szélsőséges példát hozok föl, hogy nincs semmi gond azzal, hogyha valaki gyilkos. Hogy ő megöl egy csomó ember, gyereket, minden, semmi gond. Ha ő meg tudja azt úgy csinálni, hogy semmi szenvedés nincs utána. Tehát nem csak úgy, mert az a minimális, mert lehet, hogy őt nem érdekli, hogy a gyerek anyja vagy a másik katona szülei sírnak, meg lehet, azt még élvezi is. De valahol a legmélyén az meg fog születni, hogy vagy lebukok, vagy tehát a szenvedés az nem ott... családomat igen, fogják ezért az nem ott bántani. Ér véget, igen, hogy... hogy mindennek következménye van. Pontosan. Szerinted egyfajta ismétlődés van úgy az élet, nem a saját életünkben, hanem mint emberiség, amióta van egy csöpnyi eszünk a Földön. Azóta ez így ismétlődik folyamatosan minden. Mondok egy tök hülye példát, egyiptomi hieroglifák, kisszék-kisszék perec, majd örültünk, hogy végre megtanultunk normálisan írni, az egész világot körbejárja az írás, és most mi van? Mindenki kisszék-kisszék perecet küldözget emoji formájában, tehát visszamentünk 3000 évet, és most smiley-kat meg, de most nem is a smiley-ról beszélgetünk, hanem a 20 milliárd mindenféle telefonokban lévő szírszarokról beszélgetünk. Nem sokára digitális kőkorszak lesz. Hát gyakorlatilag arra felé megy. Ha megnézed, ugye az emberek többség iszonyatos gépekkel a kezébe. Hát most gyerekkorunkban, amikor a Csillagok háborúját néztük, nem? És tulajdonképpen itt van. Hát már. És például, ha megnézed, hogy vannak ilyen digitalizációs elvárások folyamatokra, hogy most ezeket véghez vigyék, amitől nagyon sokan nagyon félnek, de hogy csinálják meg? Hát minél jobb a gép, annál rosszabb a készség. És nem tudja egyszerűen az emberek többsége azt a működést még fölvenni se, hogy ezt létre lehessen. Most kikerülnek egy lakatlan szigetre, 3 napon belül mind a ketten éjjel halnánk. Hát az 100. Mert hogy hát semmi fogalmú. Hiába mondjuk, hogy persze majd csiholjál tüzet, nem tudnék tüzet csiholni. Nem, de a digitál, egyébként lehet tudnál. Tehát a keleti filozófia szerint, meg például ugye, amit az asztrofizikus barátunk mondott, nincs új info. Uh-huh. Tehát, ha belegondolsz, ugye déjà vu-kről beszélünk, meg minden, de hát maga az ember, az egy múltból felépült valami. Tehát, ez így, kódolva lenne hát, valahol hogy mindent tudunk már. Uh-huh. Tehát semmi újat nem tudunk felfedezni. Igen, de mégis hülyülünk. Tehát, hogy mondok egy példát, gyerekkoromban tudtam fejből 20 darab telefonszámot, most tudok egyet se. Mert nem vagy rászorítva. Igen, akkor mit tudok? Tehát, hogy mi az a... Tehát egyre kevesebb, azt gondolom, hogy egyre nagyobb a tudásom, és mégis úgy érzékelem a saját életemben, és látom, hogy bólog az, hogy te is így érzed, hogy olyan, mintha mégis egyre kevesebbet tudnék, mert már nem értek semmit a világból. Hát lehet, hogy egyre kisebb a tudásod. Vagy minél többet tudsz, rájössz, hogy nem tudsz eleget. De nem is kell sokat tudni. Tehát nem véletlenül tiltotta az Isten a tudás fáját az embert. Az a Pandora szelencéje. De nézd meg, hogy a tudás az elmúlt 5 évben mit csinált az emberisége. Ez adta. Most mindenkinek mi a véleménye egy vírus kérdésről, meg oltásokról, meg akármi, nem akarok itt ilyen megosztó hangokat felütni. Meg nem is kell, de amit mondtad, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága persze, benne. Jaj. De ha megnézzük, hogy a tudomány az mit csinált, hát mit csinált a tudomány? Fölfedezte az atombombát.
Ez hú, de nagy felfedezés. És hogy, tehát, hogy így megvan valakinek, hogy azért gyártottak fegyvert, hogy ne legyen háború, hogy lehessen mivel ijesztegetni. De aztán egyszer csak ledobtak. Jön, hogy na, hát azért mégis taktikait be lehet vetni, meg stb. Szóval mit értünk? Hova jutottunk? Én nekem mindig az a kérdésem, hogy minden tök jó. Én nem vetek el semmit. Elfogadom. Oké, rendben. Hova jutottunk? Kevesebb lett a szenvedés? Nagyobb a vidámság? Könnyebb mindent? Könnyebb lett? Nem lett könnyebb az élet. Tehát azt hiszik, hogy könnyebb lett. Mitől lett könnyebb? Hát attól lett könnyebb, hogy melegbe ülsz, és akkor melegbe dagatra zabálod magad, és akkor kapsz egy cukorbetegség miatt egy sztrókot, az szép darabonként levágják a lábad, meg megvakulsz, meg a férfi lakosság, mit tudom, 50 és 60 között meghal. Tehát ezek, hova jutottunk, érted? Hát meg lett egy olyan személyiségzavar ebben az egész rendszerben, ahová nem csak, hogy identitás zavar, hanem most már jutottunk oda, hogy most fiú a lány a fiú, már azt se tudom, hogy mi vagyok, és ez már egy olyan útra visz, aminek nem látjuk a végét. Tehát elkezdtük elhinni, amit mondtál, milyen érdekes most a beszélgetésünk eleje felé mondtad, hogy már az abnormális dolgokat is kezdjük elfogadni, pedig hát nincs nyolcféle nem, nincs nyolcféle WC-ajtó, mert akkor 28féle WC-ajtót lehetne csinálni, van 2 darab WC-ajtónak kellene lenni. Tudod, mi a vicces? Hogy még az abnormális folyamat is, hogyha megnézed, tehát az életet... Meg hogy mi az abnormális? De hogy a normális? Akkor az abnormális folyamat is normális, mert ugye miből szokott lenni a probléma? Tehát most kicsit visszamegyek, tehát hogyha például a sátán fogalmát feszegetjük, akkor ha rendesen az ember meghallgatja a rabbikat, meg a biblia elemzéseket, meg stb. Tehát a sátán az nem a Lucifer, meg nem ez. A sátán az maga az annyit tesz, hogy akadály. És az abszolút komoly bibliai értelmezésben még azt is elmondja például a rabbi, hogy ha nem lenne akadály, nem lenne sátán, akkor miért törekednél? Tehát, hogy például, amikor te gátfutó vagy, akkor gát a sátán. Mert az akadályoz, hogy átugord, érted? Amikor bunyós vagy, a másik bunyós a sátán neked, de te sátán vagy neki. És közben a törekvésetekben ugye eltűnik a sátán. Tehát, hogy ugye... Igen, érdekes. Én még ezt ebben az aspektusban sose gondoltam. Ez az végig. Akadály, ez szükséges. Tehát, hogy most mit tudom én, a Putyinnak a Zelenszki a sátán, Zelenszkinek a Putyin, érted? De egymásnak kell a játék, és törekednek valamire. Ha helyes irányba törekednének, akkor átmennének egymáshoz, nyitnának egy vodkát, kezet fognák, és akkor... De hát itt még ez nincsen. De vissza ezek a nemek, meg minden. Tehát, hogy anomáliák minden rendszerben vannak, amik a hibák. Azért van a hiba, hogy rámutasson, hogy a rendszer hogy működőképes. És amikor az anomália el tud szaporodni, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a rendszernek az önvédelmi reakciója, az immunszisztémája, az meggyengült. Ez lehet baktériumokkal, bármival. Most nem akarom az LMBTQ-sokat sem megsérteni, hogy őket egy tudati baktériumhoz hasonlítom, nem szeretnék ilyet mondani, mert LMBTQ-sként ezt meghallani, hogy azt mondja rám a Pittinger, hogy én marhára benne vagyok abban, hogy de én radiátor akarok lenni, és jó, legyél radiátor. Ha azzal sincs bajom, tehát az LMBTQ-val se lenne baj, hogyha elégedettséghez vezet. De nincs elégedettség, mert ugye folyamatos visszaigazolási kényszer van, tehát amikor nekem az kell, hogy elmondják, hogy én rendben vagyok, attól vagyok rendben, akkor tudom, hogy nem vagyok rendben. Tehát tudom, hogy anomália vagyok, és amikor az anomália elkezd rendszer szintűvé válni, az azt jelenti, hogy a rendszer abban az addigi formájában meggyengült, és valószínűleg be fog következni egy katartikus állapot, aminek következtében az anomália is felszámolódik, meg a rendszer is abban a formában, és akkor utána újra termelődik az egész történet. Tehát, kezdtem, hogy kezdődik mindig minden hát, előről. Hát Rómában, ha megnézed, igen. Mi volt, ugye marha nagy jólét volt,
elszaporodott ez a középútból való kimozdultság. Mit kezdtek el nézni az emberek, hogy kaszabolják emberek egymást az arénában. Igen. És akkor gondolj bele, hogy utána jött egy sötét középkor. Tehát egy totális visszarendeződés, amiből aztán újra jött valami. Hát miért, amit a puzsérék imádnak, a felvilágosodás. És az is hozott egy csomó filozófiát, bár a Buddha például nem szereti a filozófiát, mert azt mondja, hogy ez farkában harapó kígyó. Tehát mit fejtegetem? Megnézem a világot, a viszket, a megvakarom, és megvan oldva a probléma, nem kell túl spirázni az és egész. Nincs erre kilencféle út, meg minden, nem igen, és így, akkor így gondoltam, úgy Descartes, gondoltam. Meg nagyon nagy a Heidegger, nem mondom, hogy nem, a legnagyobb királyok meg. De például, ha belegondolsz, hogy mit hozott a felvilágosodás? Hát az nem az hozta, hogy hirtelen mindenki milyen jól élt Franciaországban, meg hogy rendben, mert akkor Napóleon nem jutott volna a szerephez. A guillotine-t hozta. Lemészároltak mindenkit, megöltek mindenkit. Tehát nekem most is az a bajom a jelen világban, hogy az alapvető problémával nem foglalkozik senki. Például bemész egy politikai műsorba, vita műsorba, jó magam is egy csomóba részt veszek, és őszintén szólva, enyhe unottsággal veszem tudomásul. Tehát például, amikor ilyen troll dolgokat mondok, meg csinálok, ezt őszintén én magamat szórakoztatom. Mert akkor azt mondom, hogy... Legalább történik valami. Hogy játszunk politikai vitaműsort, legyen szórakoztató. És akkor mondok, igen, mert amíg az alapvető kérdéssel nem akarunk valamihez kezdeni, addig miről beszélgetünk? Hogy most azért, mert mondjuk most direkt mondom előre, mert én fideszes vagyok, akkor a teljes Fidesz eszközkészletet el kell mondanom, mert attól működik, vagy én ellenzéki vagyok, és akkor elmondom az egész ellenzéki szót, és akkor az úgy rendben van, vagy például megnézem, ahogy mondtad, az ismétlődő mintákat a magyar történelembe, és akkor megnézem, hogy miről szól a magyar történelem, mondjuk Mátyás király óta, de már előtte is, hogy mik voltak a magyar tér kapcsán fölmerülő problémák ilyen-olyan birodalmak irányából. És ha már annyira akarom elemezni a jelen helyzetet, ugye a fonákjával, meg a tenyeresével, hova tudom például a magyar miniszterelnököt most ebbe elhelyezni? Hova tudtam elhelyezni az előzőt? Hova tudom elhelyezni ebbe a ellenzékinek a viselkedését? Van-e olyan kormánykritikus, aki ebbe egy olyan helyre helyezhető el, amivel mondjuk egy kormánypárt is egyet tud érteni. Tehát, hogy nem az alapvető kérdésekkel igen, van a probléma. Igen, sokszor az is probléma szerintem. Pont valamelyik napon gondolkoztam ezen, itt a műhús kapcsán, aha, hogy egyszerűen, és nem bántva, és teljesen mindegy, hogy most kiről beszélgetünk, hogy valaki ennyire ne értse a magyar néplélek, hogy hogyan gondolkodik egy magyar, és hogy beláll egy olyan dolgba, mert ott valaki ezt mondta máshol, és ott biztos okosabbak. És erről beszélgettem azt, hogy egy politikus, vagy egy zenész nem mondhatja meg azt a rajongónak, vagy a választópolgárnak, hogy mit szeressen, vagy mit akarjon, mert ő úgyis azt fogja szeretni, hallgatni, vagy enni, vagy választani, amit akar. És szerintem ez nem működik így, hogy már pedig a műhús, és na hát ma Magyarországon mi nem fogunk soha műhús tenni, mert a mi kultúránk nem alkalmas arra, hogy műhús tenni. Most mondtam hát egy... Figyelj, ráadásul megnyugtatok mindenkit, mert bármit eszel, mindent megeszel. Tehát, hogy... Itt például a húsevés, jó magam egyébként nem szeretek gyakran a húst tenni, de ennek megvan az oka, tehát egész egyszerűen, mert van ilyen, és amivel egyébként logikusan emberek is találkoznak, hogy ez mint jelenség van. Hogy például azért igyekszik az ember, ha kicsit figyelmesebb, minél kisebb tudati tartalmú vagy rezgésszámú dolgot megenni, mert könnyebb megemészteni. Tehát a magyar nyelv különben marhára szakrális, ugye? Megemészteni a problémát, emésztőgödő. Hogy tudom azt az egészet földolgozni? Föl kell dolgozni. Na most, ha megfigyeled, nagyon nagy kicseszés, de minél több tudati tartalom van valamibe, vagy minél magasabb a rezgésszáma, ugye minél inkább képes fölvenni az emberi működést
visszatükrözni a szemedbe, például kutya, macska, sokszor már személyiségük van pár év együttélés után, annál nehezebb megemészteni. Tehát mikor az a... Sőt, van az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel, néha még az ember is gondolkodik ezen, igen. Ha teszed a malacot, érted? Vagy rád nézd, az a szomorú steak előtte egy ilyen aranyos boci volt, érted? És tehát, de ettől független különben hozzáteszem mindent meg, tehát bármit teszed, még az embereket is megeszed. Mert ugye körforgás van, és ebbe az illúzióban, amit megélünk, mindenki volt már minden. Tehát amikor azt mondják, hogy nem kell félni, a nap végén az őz is megeszi a tigrist. Mert a tigris el fog pusztulni, az elemei belekerülnek körforgásba, és a vidáman meg fogja enni az őz a bokrot. És az amikor tigris volt. Mint hogy az összes almába, az összes alma információja benne van, de a fa is benne van, a víz, a levegő. Tehát ezeket csak azért mondom, ezek szerintem eléggé plasztikus példák arra, hogy megértsük, hogy az együttműködés, ha ilyen módon születne meg, akkor másképp dolgoznának az emberek, de ugye ez egy nagyon nehéz. Tehát például, mikor valaki politikusnak megy, tehát sokszor fölmerül, hogy mi akarok lenni, hogy a világ királya akarok lenni, vagy tankirály. És a világ királya az az érzékelt világgal foglalkozik, és lehet, hogy bizonyos tanúkból emel át elemeket, de az az állapot az embereknek, amikor tanba járnak, az még nem jött el, mert ha eljönne, akkor teljesen másmilyen világban élnénk. De neked például miért volt fontos, hogy elkezd például a politikával foglalkozni. Önmagában, mint választópolgár érdekelt, önmagában azért, mert már beleette magát mindenki életébe a politika, vagy találkoztál olyan dolgokkal, amiken változtatni szeretnél, mert mindenkinek más az intuíció ebben, hogy neked miért fontos? Hát nekem alap... Főleg úgy, hogy te egy örök lázadó voltál, és most visszatértél egy konzervatív vonalra. Vagy rátértél, változik az ember is, hogy nem tudom. Igazad igen. Van, nehogy mi az, hogy konzervatív, tudod. Egyébként leginkább ilyen progresszív konzervatívként szeretek magamra gondolni. De ez is csak egy fogalom. De majd így kifejtem, hogy miért. De a politikával én már egész korán foglalkoztam. Hát azt tudni kell, hogy mivel a rendszerváltásnál voltam 17 éves, tehát én már gimnazista koromban országgyűlési tudósításokat árultam az utcán. Egyik osztálytársamnak a apukája az nagyon komoly újságíró volt, és ebbe az újságnál dolgozott, és akkor árulhattuk az újságot. Ő pont azt hiszem, akkor ilyen kezdő SZDSZ-es is volt, vagy akármi, nem tudom. De hát akkor az embert, minket nagyon izgatott ez, hogy nem akartam már KISZ tag lenni, tudod, én ki tudtam azt kerülni, az úttörőséget még nem. És az én generációmnak szerintem ez egy marha izgalmas történet volt. Ugye nagyon sok reményt adott a rendszerváltás, kecsegtetve voltál. És aztán ma már nem tudják elképzelni az emberek, hogy milyen vadkeleti életforma lett itt Magyarországon, amiben én aztán remekül megtaláltam magam. Tehát, hogy ez... Azt hiszem, hogy holnap reggelig tudnánk beszélgetni. Dobmen Pityinger László volt a vendégem. Jót beszélgettünk, örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.